Üdvözlünk mindenkit a Város Mindenki csoport rendezvényén, amelyen egy nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozunk, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a lakhatási válság különböző formáira. Fogadjátok szeretettel ezt a mai eseményt, és ha nézelődők meg kedvük, ha nyugodtan csatlakozzatok be a kórusba. Elzárás helyett valós megoldás, zárka helyett bérlakás, zárka helyett bérlakás, lakhatás és szolidaritás. Kizárás helyett valós megoldás, zárka helyett bérlakás, zárka helyett bérlakás, lakhatás és szolidaritás. Kizárás helyett valós megoldás, fejezd be a zaklatás, szociális bérlakás, lakhatás és szolidaritás. Ahelyett, hogy kilakoltatnák az embereket, biztosítsanak a hajléktalanságba, állami gondozásba kerülésre szánt pénzből, inkább olyan lehetőségeket, amiből meg lehet élni és fenntartani egy megfizethető lakhatást. Legyenek megfizethető lakhatási formák. Az állami ellátásokra szánt pénzt inkább fordítsák arra, hogy megelőzhetővé váljon a lakásvesztés. Felelős szabályozásra lenne szükség, amelyek egyszerre védik a tulajdonosok jogait, és védik a bérlők jogait is az albérleti árak szélsőséges emelkedésének szabályozásával. De legfőképpen arra lenne szükség, hogy megszervezzük magunkat, és közösen tegyünk valamit a lakhatási válság valamennyi arca ellen. Mama, figyelj most nagyon! A lakásbérlés egy vagyon, szociális lakás sincs sok, ki hajléktalan már bűnöző, ez a lakhatási válság. Üdvözlöm! Aggódó állampolgárként tisztelettel szeretném jelezni, hogy lakhatási válság van Magyarországon, ami a hajléktalan embertől kezdve mindenkit érint, akinek a fizetése nagy részét a lakhatásának költségei viszik el. Kérjük a felelős lakáspolitikát a helyzet megoldására. Lakhatás alapjó. Mert a lak-lak-lakhatás alapjó. Mert a lak-lak-lakhatás alapjó. Üres lakásom van ebben a városban, oda megyünk lakni, ahol helyet kapni. Helyben van a megoldás, szociális bérlakás, legyen mindenkinek jog, a lakhatás alapjó. Üres lakásom van Lakás, lakás, a
irreális, miért lenne irreális? Lakás, lakás, az lenne az ideális, de lakás szociális, miért lenne?